Korompai Istvánt, a székesfehérvári diáktanács frissen megválasztott elnökét, Cserpakovics András polgármester saját tanácsadó testületébe is meghívta. A városvezetés számára ugyanis fontos, hogy a fiatalokat érintő ügyekben magukkal az érintettekkel is konzultáljanak. Azt kértük tőlük, hogy javaslataikat fogalmazzák meg, de nagyfokú önállóságot is szeretnénk nekik adni, hiszen nem tettünk a tanács működése mellé rögtön költségvetés forrásokat, hanem mi azt szeretnénk, hogyha bármilyen programuk, ötletük van, akkor azt írják le, tegyenek hozzá költségbecslést, és utána ügyünk le és egyeztessünk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt egy év tapasztalata is azt mutatja, hogy ami kérés hozzánk érkezett, már pedig szép számmal érkeztek az ifjúság részéről a kérések, azok jelentős részén tudtunk előrelépni. A városi fenntartású intézmények mellett az egyházi és az alapítványi iskolák delegáltjai is részt vesznek a tanács munkájában, így összesen 45 tagja van a székesfehérvári diáktanácsnak. Elnöknek Korompai Istvánt választották meg, akinek munkáját 6 tagú elnökség segíti majd. Mindenképpen a kommunikáció és az együttműködés megteremtése az iskolák között az elsődleges célunk, hiszen így tudjuk biztosítani a kereteit a munkánknak, így tudjuk egyeztetni az a diákság érdekeit, és ez alapján tudunk majd döntéseket hozni. A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 11. évfolyamos diákja azt is elárulta, hogy nem készül politikusi pályára, és műszaki irányban fog tovább tanulni. Diáktársai érdekeit azonban szívesen képviseli.